Utolsó check. Na, szevasztok srácok! Mormonnak megcsináltam a rollerét, kicsit hét volt húlva. István megkért engem, hogy csináljam már meg Mormonnak a rollerét. Ugye, aki nem tudja, Dominik vagyok, sziasztok! Én is régen YouTube-oztam, rollerezgettem meg ilyenek. Meghúztam mindenhol, sehol nem kotyog teljesen. Jó hangja van, úgyhogy szépen most bevisszük Istvánhoz, aztán megmutatjuk neki, visszaadjuk Mormonnak a rollerét. Tiszteletem! Hi! Meghoztam a rollert! Kész is van! Kész is van! Nem mondod komolyan! Esküszöm! Oj, nem fog örülni! Csáv! Hallod, ez a kis csávó! Mit meg kellett szorítani itt a... Hát csak egy-két helyen kotyogott amúgy a roller, itt a kerekénél, a bilincset meghúztam, úgyhogy nem volt egy nagy terdengesség. Hallod? Ki is tudjuk próbálni, nem? Nem, próbált itt. Na, gyere, menjünk itt, hogy a folyószón oda vágok neki. Vigyázz, be jövök! Jobb, mint új korában. Hallod, ez tényleg, de hogy tudtad így megcsinálni? De mondod, neki ez a mániája, tudod, hogy kotyog állandóan valami, de valami nem kotyog az ilyen, de hát nem, mert itt... Próbáld ki te, hogy milyen. Mutatom. Igen, úgy rollerezgettem én. Ne hülyéskedj, komolyan? Hallod? Jó. Hallod, vigyázz, be ne törd a fejed, öreg. De ezt így kell, nem? Nagyon rég nem rolleztem, hogy Jézusom. Figyelj! A berendezés marad. Hoppa, Bencihez majdnem. Jössz le egyet kicsit a Norman tanítani, mert ugye most van, pont jön a szezon, megint kitalál, hogy el akar kezdeni majd rollerezni, hogy nem segítesz neki egy kicsit? Ráérek most csak annyi, hogy nincs nálam a rollerem. Hát de hol van a roller? Egy sörözőbe. Sörözőbe? Ha dolgoztam. Roller. Hát akkor menjünk el a sörözőbe, hozzuk el. Eldobsz, akkor simán. És utána van időd egyet rollerezni Normannak? Persze, már full ráérek, úgyhogy... Tényleg? Ja. Hát ezt meg hát is beszéltél. Hát Norman is ráérek, akkor simán. Ja. Szenzációs. Na gyere, mutass még egy-két trükköt. Na már még egy vápét mutatok. Na gyere. Olyan pici a hely, hogy... Így néz ki nálunk egy nap a munkában. Szóljon részés, hogy hol van a kricsmi, ahol megyünk. Jó. Nagyon nagy rockstar életet élsz. Figyelj, szóljál, mert én csak megyek igazából, nem ismerem ezt a környéken. Akkor annyi van, hogy beszaladsz a rollert, fölkapod és akkor megyünk. Aha, amúgy ugye itt vagy. Még mennyi egyenesen? Itt nekünk van első, nekünk kettő. Most jön a Domi a fölvett kis rollerével. Oda néz, hogy szereti! Ez arra vagy? Ez olyan, mondjuk a BMW között az MS, vagy milyen ez? Hát... Ez már majdnem a csúcs kategória. Tényleg? Ne hívj! Ez ilyen full közép kategória. Ja igen? Kátverti. Na figyelj, pattintsuk be valahogy a kocsiba. Kinyitom az ajtót. Az ilyen se volt még a kocsimba, hogy rollerek legyenek. Hú, a norma, hogy meg fog lepődni, bemegyek, szólni fogok neki. Figyelj, kis rollerezésben azonnal benne van a kis tölt. Igen. Figyelj meg, majd figyelj, nagyon fog örülni. Na gyere, pattanjunk be, azt menjünk. Reméljük, hogy hazajött a Norman csúr is. Meg a Laura is a suliból. Végén téged tanítunk meg rollerezni. Hallod? A végén én leszek egy nagy rollermester. Halló! Gyere, menj! Szia, te! Norman csúr! Oda néz, kit hoztam! Csá! Jaj! Hallod, mindjárt megtámad. Szia, kisztyan! Figyelj csak! Dobi megcsinálta a rolleredet, és elmentünk, elhoztuk az ő rollerjét is, úgyhogy azt beszéltem meg, hogy megtanít egy-két trükkre, meg ilyesmire, mert ő nagyon jól tud rollerezni, nem is tudtam, de tudtad? A végén lehet, te tanítasz meg engem. Nem bírok még olyan jókat. Most mit intéztem neked, Főni? Mi? Gondoltad volna, hogy meg fogsz egyet rollerezni? Na gyertek hátra, a Dominak megmutatjuk, ott van egy nagyobb plak, ott lehet nyomulgatni. Hát, köszönöm, hogy eljöttél különben. Én köszönöm, hogy a meghívás. Úgyhogy gyere kicsi fiam, nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Azért fontos, hogy te kezded, mert legalább megnézi, mi az, amit te tudsz egyáltalán. Én most annyit se tudok, mint régen. Teljesen mindegy, fiam, de sosem mondtuk azt, hogy te roller versenyző vagy. Azt nem mondtad, hogy nem megy a vápé, úgyhogy már itt ott forgat. De ez, tisztázzuk, mi az, hogy vápé? A vápé az, amikor... Jó, mondjuk a rollerni annyira nem hiteles, mert ugye vászpörgetés, és ez meg ugye a lap. Ja, az a vápé? Ennyire egyszerű? Én elképzeltem, hogy ezek ilyen kódjelek, meg itt tudom én, hogy vászpörgetés. És akkor mi a kápé? Hát az a készpénz, nem? Én ahhoz vagyok szokva, tudod, hogy cash money. Kápé. Nálunk az a kormánypörgetés, ez a kápé, ez a vápé. Úgy sem olyan jó a hajam sem.
Nem számítottam rá, na, mit szólsz, hogy itt hallod, na gyertek ki, pattintsunk oda egy kicsit. Na, kit hoztam? Dominik. Dominik! Na, jaj, egy pasit neki. De normálisan úgy hallod, kislányom? Hogy nem hozod a rolleredet? Nem akarsz itt én? Éppen egy ilyen rolleres tanfolyam zajlik itt, ha nem vetted volna észre. Úgy pattam, az a... Meg is tanítottad? Ennyi volt? Ennyi volt. Szenzáció. Profi vált belőle. Ne is tudom, neked is benne. Semmi. Vápé valami? Rendélyes. Azt sem tudom, mi az. I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us red run when I tell a peace. Love is love. Love is love. Adios. Bendo with the switch again. Boy, the liver like he heffernan. Bim pop a word to G, baby, look. Lab till I'm finished, had a handful of lemons. Through the hand, got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket, talking Maza for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should've gave. And I'm flipping every digit that they been should've paid. Had to find a way to get it, know this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade. And I'm brinking a blink on the brink of some dumb. Na mi folyik itt? Vigyázzatok, mert itt jön egy cicás, mint tánc. Igen, elfáradt a roller a csapat? Most már a táncról beszélgetünk. Most már tánccal tartotok? Aha. Figyelj, Laura megtanít táncolni, te meg rollerezni. Ugyanezt találtam ki. Mit tanultál meg? Hát, kettő trükköt is. Ne nevedd le, mert hideg van. Anyukát találod a követedet. Na és egyből megcsináltad, figyelj, le is. Hallod, szépen le fogja fityikézni, aztán lesz egy szép nagy folt a hátodon. Azaz! Azaz! Mindig egy százas! Hoppá, találtál egy százas? Hamis volt! Nem eszélj, megcsinálnál, hogy nem lenne majd. Lehet, hogy darul emelnének fel engem is, de ez bepatintanám. Ne? Jaj! Lúj! Gyerekek! Hallod? Ez nagyon durva. Tudod, én arra jöttem ki csak, hogy mondom, hova repül ez a gyerek, hallod? Mondom, ekkorát fog esni, vagy mi lesz? Úristen. Tomi, nagyon kemény vagy. Figyelj! Dik egy százas, na most találta egy százas. Pouring on my body, that's a gorillin and I came through tripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Hallod, micsoda cirkuszi mutatványba csöppentem bele, gyerekek? Kicsként tegyed le gyorsan azt a füzetet, kapcsoljuk le a villanyt, és le kell fekükézni. Reggel van egy meglepetésem, én foglak vinni az oskolába. Mit csinálsz, tanulsz különben, vagy mi? Hogy valamit olvasol? Még gyorsan átismételtem. Még átismételtem? Hogy találkozatos. Na, tép álmokat, jó? És fiam, nem alszom egy kicsikém, itt van a tejcikém. Ez már majdnem. Van, reggel mondtam Launak is, van egy meglepetésem. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok szólni. Én foglak vinni az oskolába. Szeretlek, kisfiam, jó éjszakát. Én is jó éjszakát. Egyébként elég nagy szörny ez itt, ez biztos, hogy kell a szobába. De ettől a fekszel ránézve ezt a törémám, hogy lesznek, nem így. Remélem, hogy nem lesznek, mert nem fogod éjszaka kiabálni. Apa, Csino István, apa! Mi akkor? 10 éves voltam is. Hát nem, mint hogyha most 40 lenné, de mindegy. Na, ki... az még kell. Ja, az még ne iszod, jó kicsi, na, szeretlek, jó éjszakát. Aki pokimokikája ide tapjának, hát te hogy az én ágyikomba fekszel? Hát összekeverted itt a szezont a fazonácsisal. Hát ez nem szép dolog, hogy ide kifeküdtél apának a helyére. Hát és apa hova fog feküdni? Hát gyerünk kifele Otipotihoz. Gyerünk, megyünk! Futás a helyedre! Gyerünk gyorsan! Otipoti barátod vár! Nem arra, megyünk szépen lefeküdni. Jó reggelt! Hát si a témetét ajánlja ide tapjának. Hát föl kell kerikézni. Itt van a finom tici tejcikém. Itt vannak a löpögő kucsáidész. Nem
Na gyere, vedd el a finom kis tejcikédet, kis kakaódat. Joda, nem szabad. Hát mit mancsozol már korán reggel? Hát mit mancsozik ez a otipoti korán reggel? Hát gyere le onnan. Jó reggel, némi-némi no mancsul. Gyertek, kecitek föl most már ezt a némi-nómi deleken. Hát futás, mutasd meg neki a szüldisnót, kelljen föl, mondjad neki. Hol van? Hát el volt az ágyba, be volt. Jaj, itt van, valami megmozdult. Hát jó reggelt, jó reggelt. Itt van egy finom szívószálas tici-tici-tejcike. Még, már Otipoti, már hogy lemancsozta, hogy lekörmölte a Nómi? Na mindjárt jó, elveszi a sündet, aztán ott fogsz majd. Na jó van, most már. Nómi, gyere, kelj fel, itt van a tejci, itt van az ágyba. Kérj ki az ágyból, kisgyerek, anyádba csinálja a tejcidet. Pakold be könyveket a gatyóba, kapd ki gyorsan a gatyódat. Nem ám, hogy csak te itt, meg a Laura itt megy a nagy repelgetés. Na gyere, mindjárt jövök egy vödör vízzel, fiam, hanem kezdve. Gyertek, mert el vagyunk késve az okkolából, álmos fejecskék. Szóval, ahogy a tegnap este mondtam, lesz egy meglepetés számotokra. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e. Jaj, milyen reggel korán van még. Mivel összetörtük a Normancsóra anya kocsiját, ezért hozattam tegnap ezt az autót, nem is vettétek tegnap délután észre, hogy itt áll a garázsban. Sajnos nagyon esett az eső, amikor ezt az autót hazahozták. Nem ismerős Normancsúr ez az autó? Hát ismerős, tapintása. A tapintása a francot. Nem biztos, de lehet, hogy tudom. Ez apának a régi autója, ami természetesen azóta is az autója, csak nem használtuk, mert nem itthon tartott apa. Tulajdonképpen ez az autó az, amiben a Normancsúr hazajött a kórházból, miután kibújt a pocakból, mivel hogy pocaklakó volt. Ez a kocsi nagyon-nagyon sokat tudna mesélni a Normancsúrról, hiszen ezt apa 2007-ben vette, mikor kiderült, hogy lesz neki egy kis pocaklakó barátja. Mi hátul ültem, vagy az? Nyilván hátul voltál be. Ültetve, ezzel a kocsival voltunk Erdélyben is, és ott pelenkáztuk a hátsó ülésen a lili-lili-lalulát, és ezzel a kocsival emlékszem, hogy jöttünk haza Balatonról, brutálisan bedugult az út, ugye az M0-ás, és akkor ebből a kocsiból tulajdonképpen kivettelek benneteket, és ott szaladgáltam a kocsi körül. Ennek az autónak lelke van, és mivel hogy a Normancsúr ezzel jött haza a kis családunk körében, de egyébként Laura is, tehát még a Laura is ebbe a kocsival jött haza, ezért úgy döntöttem, hogy ez az autót nem adom el, hanem egy örökké valóságra megmarad. Na gyertek, csücsenjetek be. Norman, menj előre! Ezzel az autóval például úgy jártunk, hogy babakocsiba voltál, bent volt hátul a babakocsi. A babakocsinak volt egy ilyen hordozója, amit ki lehetett venni a babakocsiba, és én vittelek a kezembe, kint voltunk Erdélyben, levittelek a Szent Anatóra. Anyának ekkora nagy pocakja volt, ilyen nagyon nagy pocakja, mert hogy Laucika is ott érkezett a pocakjába. Mi elmentünk előre, lementünk a Szent Anatóhoz, anya is aztán nagy pocakjával utolért, és mi történik? Hát természetesen Normikának nem tetszett a Szent Anatónak a vize, mert hogy nagyon hideg volt. És így ilyeneket csináltál. De hogy feljöttünk a kocsihoz, bepakoltalak téged hátul szépen a kis hordozóba, anyát bekötöttem a terhes biztonsági övével, megkerülöm az autót, mi történik? Ott fekszik egy medve, igen. Képzeljétek el, hogy ott kergetőztem az autó körül a medvével, persze aztán így utólag visszagondolva nem tudom eldönteni, hogy én kergettem a kis medvét, vagy ő kergetett engem, tehát én nem egy teljesen kifejlett példány volt, hanem egy medvebocsszerűség. Hát elmondom nektek, hogy nem volt őszinte a mosolyom. Anyát csak azt láttam, hogy fogja a pocakját, és onnan majd mindjárt meg fog szülni. Nagyon érdekes sztorik fűződnek ehhez az autóhoz. Na jó van, gyertek, akkor adjatok a papának egy puszikát. Kis babcikám. Na, megyek, nem ugye. Nagyon szeretlek. Én is a puszikát. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És hogyha ezúttal Laura és tanulmányos terméket vásároltok, akkor egy dedikáló kártyát kaptok ajándékba. Sziasztok!